A tanulói összlétszám 5. és 12. évfolyam között jelenleg több mint 746 ezer Magyarországon. Az országban működő általános és középiskolák évente kétszer, a két fél év végén szolgáltatnak adatot az oktatási hivatalnak, hogy mekkora a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma. Az országos átlag a 2017-2018-as tanév második fél évének végén 9,5% volt. A legnagyobb arányokat sorrendben Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Nógrád megye produkálta. Bár Szabolcs megye arányai tekintve a második helyen végzett a jelenlegi 15%-kal, még mindig jobb a helyzet, mint az idei tanév első felében. Akkor a szabolcsi diákok majdnem 18%-át érintette a lemorzsolódás veszélye. A tanulók tanulmányi átlaguk és szorgalmuk alapján kerülhetnek a lemorzsolódással veszélyeztetett diákok közé. Az év végi tanulmányi eredményük ugye legfeljebb általános iskolában közepesnek minősül, és ezen felül például megbuktak valamely tantárgyból, tehát évismétlések kötelezettek, vagy a szorgalma hanyag, vagy magántanulóvá minősítették, vagy az igazolatlan hiányzást elérő óraszám az ugye 50 óranak felel meg, vagy teszem azt kiemelt figyelmet igénylő tanuló, vagy általános iskolai oktatásba vesz részt, és betöltötte a 16. évét, és ugye 3-as átlag alatt van, akkor ezek azok a tanulók, akiknek a darabszámát megadja egy iskola. Az oktatási hivatal a feldolgozott adatok alapján szakmai javaslatot tesz az intézmények számára, hogy milyen pedagógiai intézkedés kellene ahhoz, hogy a lemorzsolódás csökkenjen. Az intézmények fenntartói is megkapják az összesített adatokat az oktatási hivataltól, annak érdekében, hogy tudjanak változásokat eszközölni, mint például pedagógusokat képezni, több erőforrást tenni az intézménybe vagy új pedagógusokat felvenni, esetleg szaktanácsadót hívni a különböző tantárgyakhoz. De a fenntartó az oktatási hivatalhoz is fordulhat segítségért. A lemorzsolódás leginkább a hátrányos helyzetű megyékben jellemző, Szabolcsban, Nógrádban és Borsodban. Ha egy tankerület, vagy egy szakközi centrum, vagy egy bárki, aki iskolát tart fönn, nyilvánvalóan látja, hogy az iskolában milyen családi háttérrel, milyen szociokulturális háttérrel érkeznek a tanulók évről évre. Nyilvánvaló az, hogy egy olyan környezetben, ahol ez a családi háttértámogatás mértéke alacsony, és a gyerekek rossz körülmények közül jönnek, ott elsősorban a fenntartónak kell jelzést adni, és a fenntartónak kell többlettámogatást bevinni az iskolába. Egyébként értelemszerűen nyilván ezt a állami szinten is a kormányzatnak ez egy feladata, hogy ezt a családi háttér és a társadalmi-gazdasági régió hátterétől függő iskoláztatást ugye úgy segítse, hogy ahol nagyobb problémák vannak, oda erőteljes támogatást biztosítson. A Nyíregyházi Egyetem jelenleg konzorciumi tagként egy projektben vesz részt, amelynek célja, hogy 2020-ra 10% alá csökkentsék a korai iskola elhagyás mértékét Magyarországon. Az Eurostat felmérése szerint Magyarországon 12,5% azoknak az aránya, akik nem rendelkeznek középfokú végzettséggel hazánkban, miközben az uniós átlag 10,8%. Egy olyan módszertani váltást szeretnének bevezetni 30 Szabolcs megyei általános iskolába 2019. szeptemberétől, amelyben a diákok számára élmény lesz a tanulás. Kis csoportokban személyközpontú oktatási rendszert alkalmaznak majd az intézményekben. Erről korábban 35 perc című műsorunkban az intézmény tanárképzési főigazgatója beszélt. 17-ben indult a projekt, egy éven át tartott, míg a módszertant és azokat az akkreditációra köteles tananyagokat kidolgoztuk, amelyeket szeretnénk átadni a pedagógusoknak. Már a Nyíregyházi Egyetem június második felében elkezdi a képzéseket. Ha a tanár-továbbképzéssel készen vagyunk, akkor lehet bevezetni az iskolákba, és mi ott mentoráljuk is ennek a bevezetését, és történik egy visszacsatolás, és ez is a pályázati programnak a része, ugyanis az eredmények alapján folyamatosan mérjük a teljesítményt, a változást, regisztráljuk, és akkor visszacsatoljuk egyrészt a továbbképzésekbe, másrészt a pedagógus képzésbe.
Olyan oktatási kultúrát vezetnek be, amely státuszkezelő. Ez azt jelenti, hogy a tanulók több szerepbe is bekerülnek, így a legjobbtól a legrosszabb diákokig mindenkit bevonnak az óra menetébe a kis csoportos foglalkozásoknak köszönhetően. A tervek szerint a projekt végére, 2021-re országos szinten mintegy 35 000 pedagógus vesz részt az új módszerhez szükséges továbbképzésen.